Két juhász, egyikük nyakában, másikuk hóna alatt egy-egy bárányjal a marosvásárhelyi műtrágyagyártó üzem előtt. 2021. márciusában készítette ezt a fotót Kerekes István fotográfus, amellyel idén a 40. magyar sajtófotó pályázaton emberábrázolás portré egyedi kategóriában első díjat nyert. Pár nappal, hogy ezt a felvételt készítettem, ott jártam kint a juhászoknál, és beszélgettem velük, meg pár fotót is készítettem, de nagyon tavaszias volt az idő és az egész hangulat. És pár napra rá, reggel, amikor fölébredtem, láttam, hogy havaz. Ezért úgy döntött, visszamegy hozzájuk, és új képeket készít róluk. Nagyon megörventek, és pont a bárányokat pakolgatták, mert mesélték, hogy az idei év nagyon jó, ami ugye a bárányokat illeti, és nagyon sok született belőlük, és épp pakolgatták a kisebbeket az egyik felére, a nagyobbakat a másik felére, ugye a karámnak, és akkor mondtam nekik, hogy jó lenne egy felvétel. Ekkor készült a díjnyertes fotó is, végül aztán telefonnal is készített egy hasonló képet emlékbe, amit New Yorkban az iPhone nemzetközi fotópályázaton több tízezer pályázat közül a nemzetközi zsűri szintén első díjjal jutalmazott. A magyar sajtófotó pályázatra benyújtott képeknek több kritériumnak is meg kell felelni. Az, hogy mindig az adott évben kell készüljön a felvétel, és a második az, hogy szigorúan tilos belenyúlni. Tehát annyit bele lehet nyúlni, hogy ugye élesíteni lehet, vágni lehet, vagy ugye színes felvételből fekete-fehéret lehet konvertálni, a többi viszont az tilos, úgyhogy elég szigorú szabályok vannak a sajtófotózásban. Kerekes István több díjat is elnyert már ezen a pályázaton. Ezzel a képpel például 2017-ben a mindennapi élet kategóriában lett második díjazott. Mint elmondta, 1996 óta a fotózás szerelmese. Akkoriban kizárólag természetfotókat készített, azóta viszont szívesebben készít portrékat és szociófotókat. Képeinek egy része a Hansági Múzeum gyűjteményében található, amivel gyakran nemzetközi kiállításokon is részt vesz.